Tulajdonképpen ez már, ha jól számolom, fú, nem is tudom, sokadik koncertünk itt az A38-on. Nagyon várjuk ezt is. Ugye, mivel többször játszottunk itt, és mindig felmerül, hogy hogy nézzen ki egy ilyen koncert, mindig arra jutunk, hogy valamit újítani kéne, és ez aztán rendszeresen ugye nem történik meg. De most azért kicsit, hogy mégis próbálunk, ez a zenekar ez már régebb óta létezik, és próbálunk azért archív, mondjuk így, hogy archív dolgokat is ma este megszólaltatni. Lesz vizuálunk, de inkább a fényekre helyezzük szerintem a hangsúlyt. Igen, ez ugyanolyan része általában a koncertnek. És ugye kb. Az a lényeg, hogy minden látszódjon. Igen, ha egy mód van rá. Nagyon sok füst és átoruljanak a fények. Igen. Azon a legjobb, hogyha a pultból játszhatnánk, de ez mégse lehet, és ezért szoktunk ilyen trükkökhöz folyamodni, hogy inkább hátulról jövő fények, ilyesmi. A zene hangulata is ezt kívánja egyébként. Szeretnénk oda eljutni, hogy főleg az új számokat tudjuk már csak játszani. Pár régi, vagy akár nagyon régivel kiegészítve. Mert most azért megint felerősödött az instrumentális hangom az elénkben. Tehát nem egyszerű, kicsit, igen. Kicsit más, mint mondjuk az elmúlt, mondjuk 5 évben volt. Mindannyian olyasmi zenéket hallgattunk, nem kizárólag amire. Ez úgy jellemző, és ezt úgy szeretjük. Tehát kicsit kevésbé a hagyományos struktúrákat, nem tudom én, hogy mondják, verzehíd, semmi, és akkor refrén, és akkor énekelünk, hanem olyan helyekre tenni esetleg énekszólamokat, ahol talán nem olyan, nem várnád annyira, hogyha úgy látjuk, hogy instrumentálisan egy szám működik, akkor úgy hagyjuk. Tehát, hogy sokan mondják, hogy elbírna több éneket, de most valahogy ezzel elégedettek. Meg eleve a munkafolyamatunk az a kezdetektől olyan, hogy az instrumentális dolgok vannak meg előbb. Így van. És csak a legvégén. Tehát ez nem úgy, tehát ugye a nem úgy van, hogy klasszikus dalszerzés. Hogy Ákos most írt egy szöveget és arra. Ja. Rakjunk rá 4 akkordot. Igen, tehát hogy ez soha nem mindig, hát mindannyian inkább hangszeren játszunk, mint éneklünk, és nyilván ez azért meghatározza ezt a folyamatot. Hát ami a nagyobb váltás az most, hogy az új dolog az angolul vannak. Saját magunk csinálunk mindent, tehát a saját útunkat járjuk, nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát nem hajt minket kiadó, tehát saját magunk csinálunk mindent, a saját magunk által jónak látott ütemezésben, ami nem mindig úgy sikerül, mint ahogy eltervezzük, tehát ez egy természetes dolog, kinek sikerül úgy senkinek, nem csak zenélésben, hanem abszolút más területeken is, tehát egy dal az sosincsen készen, tehát ugye azt mondják mindig, hogy akkor van kész, mikor abba hagyod az azon való agyalást. De ez egy, és annak ellenére, hogy mondják, hogy teher alatt nő a pálma, azért nekünk jót tesz az, hogy nem hajt minket senki. Saját magunk kis ütemében, ritmusában, ahogy össze tudunk jönni, ahogy tudunk rá időt szakítani, tehát mivel nem közvetlenül ebből élünk, tehát van, aki a zenekarban a zenéhez kötődő dolgokból él. Igazából talán, igen, majdnem mindenki, csak én nem, de ennek ellenére, de nem közvetlenül a zenekarból, és ezért meg tudunk találni egy ilyen egészséges ritmust.